A legrosszabbra készülnek az önkormányzatok a gáz és a villanyárának emelkedése miatt. Sok település már be is jelentette, mely szolgáltatásokat kell szüneteltetni a megsokszorozódó kiadások ellensúlyozására. Hogy mekkora mozgástere van az önkormányzatoknak, arról Mirkóczki Ádámot kérdezzük. Eger polgármesterét arról is mindjárt kérdezem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondja Cserpalkovics András, hogy már nem az a legnagyobb baj, hogy akár tízszeres áron is kínálják az önkormányzatoknak az energiát, az áramot, a gázt, hanem hogy egyáltalán nem kínálják, tehát nem kapnak már árajánlatot. Mi a helyzet Egerben? Milyen szolgáltatótól vásárolják most az energiát? Meddig élnek a szerződéseik? Jó estét kívánok még egyszer. Hát sajnos, de meg tudom erősíteni a székesfehérvári kollégát, Cserpalkovics Andrást, hiszen ugyanez a helyzet Egerben. Ma délután idefelé jövet kaptam éppen a telefont, hogy van egy közvetítő cég, aki ugye próbálja összefésülni a különböző piaci szereplőket, hogy kiktől lehet és kiktől érdemes, mi most a villanyenergiában vagyunk aktuálisan érdekeltek. Mikor jár le a szerződés? Nekünk december 31-én, tehát most kellene kezdenünk azt a fajta közbeszerzési eljárást, amit gyakorlatilag valószínűleg el sem tudunk kezdeni, nemhogy lefolytatni, mert jelenleg a piacon legalábbis önkormányzat számára nincs ajánlattevő. Ami azt is jelenti, hogy akkor de ugye... De akkor már kiírták a közbeszerzést? Nem, hanem ez úgy szokott zajlani, hogy ahhoz, hogy egy korrekt eljárást tudjunk lefolytatni, nyilván előtte van egyfajta piackutatás, hogy honnan indulunk, kiket hívunk, kiket keresünk, kiktől kérünk ajánlatot. Tehát ugye nagyon sok piaci szereplő van. Hát most az a helyzet, hogy egyetlen egy ötletet sem kaptunk, hogy honnan kitől, érdemes. Kitől kérnek? Hát ez sok piaci szereplő van. Ez most, hol van a sok? Hát olyan közvetítők, vannak akik... Vannak állami szereplők, vannak... Tehát hát meg van néhány kisebb. Ugye régebben ez úgy zajlott, hogy valódi verseny volt, és azt mondom, hogy eddig Eger a szó jó értelmében megúszta. Tehát mindig tudtunk olyan árlejtést produkálni, ami a városnak kitermelhető volt, tartalékot tudtunk képezni, és a többi, és a többi. Tehát például gázban, és akkor ez az ön kérdésének második fele. Gázban idézőjelben az idei télen jók leszünk, hiszen ott jövő októberben fog lejárni a jelenleg lekötött mennyiség. Villanyáramban viszont óriási a probléma, és itt kapcsolódok vissza, hogyha nem tudunk, és igazából mindegy is, hogy tudunk, legyen az MVM vagy bárki más, a mai piaci ár, vagy hogyha maradunk napi árasban, vagy ilyen árat kapunk mondjuk egy évre, két évre, teljesen mindegy, az azt jelenti Eger esetében, itt konkrét számot tudok mondani, mi évente 3 millió kilovattórát kötünk le villamos energiára, és 3 millió kilovattórát kötünk le közvilágításra. Ez összesen 6 millió kilovattóra éves szinten, amit Eger a legutóbbi esetben az egyiket 20 forint, a másikat 25 forintért vette meg a kilowatt per órát. Ez azt jelenti, hogy összességében egy 22,5-23 forinttal tudunk számolni, ami a mai napon 360 forint per kilowatt, ami egy gyors fejszámolást követően kimondható, hogy nemhogy megoldhatatlan, hanem értelmezhetetlen. Tehát mi de most 2022-ben... Nem ilyen ajánlatot kaptak, mert nem még kaptak nem kaptunk, még nem kaptunk ajánlatot, de ha nem kapunk ajánlatot, vagy nem tudunk egy normális közbeszerzési eljárást lefolytatni, akkor automatikusan napi árasak leszünk, ami ugye ez a 360 forintos. De most azt gondolom, hogy azok a szolgáltatók, akik a napi árat is befolyásolják, nyilván nem fognak nagyon a napi ára lemenni. Tehát ami nekünk 2022-ben villamosenergia, közvilágítás volt 500 millió, ezt most szorozzuk be 15-tel. 7,5 milliárd forint, ez azt jelenti, hogy Eger nemhogy sakkozható, hanem értelmezhetetlen. Tehát az adóbevételünk nincs ennyi, mint ami a villamos energiára kellene. Meg kell szakítsam egy pillanatra, de innen folytatjuk, mert mondott egy érdekeset, a napi ár és a szerződőtár közötti különbség. Ezt nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy az önkormányzatnál hogy működik, és akkor lehet, hogy kiderül, hogy miért is nem kapnak ajánlatot az önkormányzatok. Már is jövünk vissza, és folytatjuk egy rövid reklám után.
Folytatjuk Eger polgármesterével, Mirkóczki Ádámmal, és azt ígértem, hogy onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk, napi ár és szerződéses ár. Tehát a kérdésem az az volt, amit föl is tettem az önnek az imént a reklám alatt, hogy lehetséges, hogy azért nem kapnak árajánlatot a szolgáltatóktól, mert most a napi ár is horror, ahogy említette a beszélgetés elején, de lehet, hogy két hét múlva még feljebb megy, és nem akarják ezt a szolgáltatók bevállalni az önkormányzatoknál? Hát ez természetesen egy árlejtés során, ez mindkét félnek kockázat. Az önkormányzatnak is, meg a szolgáltatónak is kockázat, ugyanis 3 héttel ezelőtt pedig 250 forint volt egy kilovattóra, 3 hét elteltével 360. És ez nyilván azt jelenti, hogy ha most lefolytatunk egy közbeszerzési eljárást, és hasamra ütök egy évre vagy két évre, azt mondjuk, hogy akkor a mai áron nem kockáztatunk tovább, 360 kWh-n lekötjük, ami képtelenség, mert Eger ezt nem tudja kifizetni és kitermelni sem, de a szolgáltató meg azt mondja, hogy oké, a mi kockázatunk az, hogy mi van, hogyha két hét múlva 150 forintra visszamegy, akkor ugye óriásit buktunk abban a pillanatban, a szolgáltató meg akkor, hogy mi történik, hogyha fölmegy mondjuk 450-550 forintra. Tehát, hogy ez mind a két félnek kockázat, de eddig azért volt egy stabil gazdasági környezet, nem volt energiaválság, nem volt rezsiválság, és azért mindenki be tudta vállalni az egészséges kockázatot. Hát itt most ilyenről szó nincs. Áramellátás, az állam állítja elő a nagy részét az energiának, hogy nem kapnak áramot. Hogy nem kapnak ára ajánlatot. Mit várna az államtól? Mi a feladat az államnak ebben a helyzetben? Én azt gondolom, és egy picit messzebb is mennék, ez egészen biztos, hogy lokális módon, helyi települések által kezelhetetlen. Én egy picit tovább megyek, szerintem kormányzati szinten is kezelhetetlen. Nyilván ők nagyon fontos lépéseket meg tudnak tenni, hiszen számos olyan erőforrással rendelkeznek, amivel mi nem. Lásd, atomerőmű, szénbányák és a többi, ahol energiát lehet előállítani. Nyilván ez részben szakpolitikai, részben politikai kérdés, hogy meddig megy el, és mit kockáztat annak érdekében, hogy a lakosság jól járjon, de amikor azt mondtam, hogy szerintem nem is biztos, hogy kormányzati szinten kezelhető, én arra gondolok, hogy szerintem ez kontinentális válság, kontinentális probléma, és biztos vagyok benne, hogy amíg például a G8 vagy az EU27 tagállama nem tud valamilyen egészséges, konszenzusra nyúlva álláspontot kialakítani, addig ez egy beláthatatlan következményekkel járható. De akkor addig is mit vár a kormánytól? Ha most nyilván, kérhetne, én mi nyilván az a minimum pénz, kompenzáció? Azt nyilván várom, hogy egy egészséges segítséget nyújt, ami azt jelenti, hogy jó, rendben, akkor most hasamra ütök megint, és nem tippeket akarok adni, mert ez sem elégséges, de azt gondolom, hogy ez a minimum, hogy a kötelező feladat ellátása egy önkormányzatnak, óvodák, bölcsödék, egyéb szociális intézmények, akkor azon energiaigényt mondjuk az állam normális önkormányzatoknak tartható árra bekompenzálja. Például ez egy lehetőség. Meg, bocsánat, akkor be kell zárni a bölcsödéket, óvodákat, mert nem tudnak áramot biztosítani. Hát én azt gondolom, hogy ha a mai napon számolt egri energiamennyiség ára éves szinten 7,5 milliárd forint, Eger teljes adóbevétele 5 milliárd forint, akkor nagyjából válaszoltam mindenre. Egyébként Varga Mihály azt mondta, hogy nem úgy a kormány nem tudja a megoldást, hanem nagyon is látja az önkormányzatok gazdálkodását és működését, belelát ebbe az állam, és azt mondja, igazából ki tudják gazdálkodni a megemelt rezsit. Akkor nem ma mondta, és nem is tegnap, hanem jó pár héttel ezelőtt egyébként. Hát ma küldtük meg a Megyei Jogúvárosok Szövetségének azt az adatsort, amit kértek szerintem minden megyei jogúvárostól, pontosan arra, hogy 22-ben mennyit fizettünk, mekkora az energiaigény legyen, az gázköbmétere vagy villamos energia kilovattja, és mire számíthatunk mai piaci áron, hogyha ezt megnézi a kormány illetékes tagja, vagy megnézik a tagjai, akkor azt gondolom, szembesülni fognak a valósággal. Hogy kigazdálkodhatatlan? Hát teljes mértékben. Egyfajta segítséget felajánlott a kormány, hogyha nem tudja az önkormányzat például a saját vízi közműveit fenntartani, akkor pénzt nem adnak, de átveszik a feladatokat is, és tulajdonképpen állami tulajdonban adhatják a vízi közműveket. Egernél mi a helyzet? Cserpalkovics András azt mondta, hogy náluk még nincs erről döntés, de a közeljövőben döntenek. Nálunk sincs erről döntés. A Heves megyei vízmű ZRT-nek Eger a legnagyobb tulajdonosa 25%-kal. A 2022-es esztendő a vízmű esetében már lényegesen rosszabb, mint az elmúlt évek békeidőben szerzett profitja, de még így is rendszerű. Rentábilis.
viszont a legnagyobb probléma ott is a rezsi. A Heves-megyei vízműnek durván az éves rezsidíja, minden infrastruktúrájukat beleszámolva olyan 1,2 milliárd forint. Hogyha ezt be kell szorozni, és 10 milliárdról beszélünk, vagy csak a felével szorozzuk, és 5-6 milliárdról beszélünk, akkor is látható, hogy egy 6 milliárdos éves árbevétel mellett ez egy teljes csőd. Vagy állami kézben? Ameddig csak lehet, én tartanám, igen. Nagyon fontos szereplő. Csepakovics András azt mondta, hogy minden polgármester pártállástól függetlenül az elmúlt hetekben osztoroz, hogy hol tud sporolni, hol tud takarékoskodni. Eger, hol tud? Mik a következő lépései mondjuk a következő hetekben? Szerintem ugyanazt, nyilván már készül egy válságköltségvetés. Tegnap már lényegében a fél napomat azzal töltöttem, hogy néztem tételről tételre a költségvetésünket, hogy jövőre mit tudunk elengedni. Hát én nagyon azt látom, hogy minden, ahol most az öbetű szerepel a költségvetésben, tehát az önként vállalt feladat, az gyakorlatilag nulla. És ezzel még nem oldottuk meg, csak kezeltük. Én afelé hajlok, hogy ha itt a csődelben, már pedig a jelenlegi energiaárak mellett bármit csinálunk, bármit, akkor is csőd. Nekünk szerintem most az lesz a legfontosabb dolog, hogy a lakosság, tehát az egrieknek, az egri háztartásoknak hogyan tudjuk könnyíteni, hiszen ha az önkormányzat ezzel a lehetetlen helyzettel szembesül, akkor ezt kicsiben a háztartások ugyanúgy szembesülni fognak vele, és nekünk arra kell felkészülnünk, hogy adott esetben a szociális hálunk bírni fogja azt az elképesztő válságot és majdani segítségnyújtásra szoruló emberáradatot, ami most nem akarok vészmadárkodni, de előfordulhat, és hogy milyen lépéseket tudunk még tenni annak érdekében, hogy az egrieknek a terheit mérsékeljük. Erre most jó pár javaslatom van. Egyelőre még nem vitattam meg mindenkivel, meg nem vizsgáltam meg minden oldalról. Egy-kettőt mondaná, tehát például gondolkodik-e elbocsátásokban, gondolkodik-e adóemeléssel? Nem, inkább megfordítom. Pontosan abban gondolkodok, hogy első és legfontosabb, hogy minden önkormányzat intézményénél, önkormányzati tulajdonú cégnél dolgozó embernek a munkahelyét és bérét megvédjük. És ezért én bármit képes vagyok beáldozni, akár az önkormányzat rovására is értelemszerűen. Én azt gondolom, hogy a válságban segíteni kell, nem pedig a terheket áthárítani. Nyilván, hogyha ez egy vállalható és tartható, akkor ezt megtesszük, de itt most nagyon nem erről van szó. Szerintem ekkora kihívással nem csak én, hanem egyetlen polgármester sem szembesült még az elmúlt évtizedekben, vagy a rendszerváltástól egészen biztos. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ki milyen javaslattal áll elő, de valahol szerintem kijelenthető, hogy mindenki ugyanazt fogja tenni. Hát mi pedig folyamatosan beszámolunk erről, és tájékoztatjuk a nézőket. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.